Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 beruházás, ami az atomerőmű ugyanis megkapta a létesítési engedélyt, jelentette be Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy az atomerőmű ezzel az előkészítési fázisból átléphet a valós építkezési szakaszba. Hozzátette, hogy az engedély azt igazolja, hogy az új paksi atomerőművi blokkok felépítése megfelel a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak és a követelményeknek is. Ennek az engedélynek a megkapása biztosítja számunkra azt, hogy továbbra is reális, hogy 2030-ra Magyarországnak két újabb működő nukleáris erőművi reaktor blokkja lesz. Ezáltal tudjuk biztosítani Magyarország energiaellátásának biztonságát hosszú távon, és biztosítani tudjuk azt, hogy Magyarországot, a magyar embereket meg tudjuk védeni a nemzetközi energiapiac szélsőséges ár ingadozásaitól, vagyis fent tudjuk tartani a rezsicsökkentési erőfeszítéseinket.